Köszöntöm a nézőket, friss napszemlét láthatnak, nézzük, mi mindenről lesz szó ma. Idén is főleg közterület karbantartással foglalkoznak majd a közmunkára fogottak, a támogatás mértékének megfelelő számú órát kell dolgozniuk. Sokkal kevesebben kapnak fűtéstámogatást ebben az idényben, mint korábban. Besegít a magyarországi országgyűlési választások lebonyolításába az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Elfogadta a tanács a szociális segélyben részesülők által elvégezendő munkálatok listáját. Idén is főleg közterület karbantartással foglalkoznak majd a közmunkára fogottak. A támogatás mértékének megfelelő számú órát kell dolgozniuk. Ezen a téren változtatást tervez az alpolgármester. 2018. januárjában 175 családnak volt aktív iratcsomója szociális segélyre. Ebből viszont csak 155 családnak volt jogosultsága támogatásra, 20 család ugyanis elmulasztotta frissíteni az adatokat, vagy nem teljesítette a közmunkát, ezért megvonták tőlük a juttatást. Közhasznú munkát 126 munkaképes családtagnak, valamint 9 csökkent munkaképességű személynek kellett végeznie, összesen 4157 órát. Összességében például januárban 4058 munkaórát kellett volna ledolgozzanak, amiből sikerült 3102 munkaórát elvégezzenek. És ez pénzben 45562 lett jelent az állami költségvetésből. Segítség, így értem a segítség, viszont ez még a továbbiakban, a következő időszakban még picit próbáljuk hatékonyabban kifejtetni, mert az meg fog látszani. Így is látszik, mert ha nem volna elvégezve, akkor ott volna, ahol nehéz később menjen, de próbálkozunk, hogy minél jobban kivitelezzük ezt a munkálatot. A legkisebb összeg 10 lejben van megállapítva, amely szociális segélyként kapható. A legnagyobb összeget a családtagok száma határozza meg. Gyergyószent Miklóson a legnagyobb számú család, aki szociális segélyben részesül, 10 tagot számlál. Ők 710 lejet kapnak, ezért 62 órát kell dolgoznia egy családtagnak a népes családból. A közmunkát kötelező végeznie minden családnak, aki szociális segélyben részesül, kivéve azok, akik egyedül nevelnek kisgyereket vagy sérültet, vagy orvosi eltiltásuk van a fizikai munkától. Az önkormányzat által megszabott munkaterv szerint elsősorban takarítási, hótalanítási, kertészeti munkát kell végezniük a város területén, a Gyilkostónál, a 4-es kilométernél. A beosztás tekintetében változtatást tervez az alpolgármester. Azon gondolkodtam is, úgy a közeljövőben ez van a terve, hogy módosítani szeretnénk, hogy valamilyen szinten önállósítsuk az embereket, hogy tudják, hogy mindenkinek honnan, meddig van a szektora, úgymond a része, és akkor azon ösztönözzük, hogy az, ha mindig tiszta és rendben van a mindenkor megfelelő munkálatokban, akár a takarításban, akár az ősszel a falevelek összeseprésébe, akár a szemét összeszedésébe, úgyhogy mindenki a szektorját elvégzi, akkor ha én úgy gondolom, hogy ha nem kell ledolgozza azt a megfelelő órát, hanem ha tiszta a terület, akkor kapja meg a segélyt. A szociális segélyt kérelmezheti minden gyergyószentmiklósi lakhelyen rendelkező személy, illetve család, akiknek összjövedelme nem haladja meg a törvény által előírt keretet, vagyis jelen esetben egy egyedülálló 142 lejt kaphat egy hónapra, ha nem valósít meg jövedelmet. Két tagú család esetében 255 lej, három tagú család 357 lej, négy tagú család esetében pedig 442 lej juttatás jár. Továbbá 5 tagú család 527 lejben részesülhet, 6 tagú 564 lejt, 7 tagú család pedig legfeljebb 600 lejt kaphat.
Február 28-án, azaz jövő szerdán 10 órától tartja tájékoztatóját az APA. A területalapú és az állatok után járó támogatásokról is szó esik majd. Az érdeklődő gazdákat az egykori mozi emeletén levő tanácsteremben várják délelőtt 10 órára az APA szakemberei. Sokkal kevesebben kapnak fűtéstámogatást ebben az idényben, mint a korábban. A többszöri minimálbér emelkedés lehet ennek az oka. Ez januárban is emelkedett, be kell jelenteni, hogy újra számolhassák a jogosultságot. Évek óta ugyanúgy zajlik a fűtéstámogatási rendszer, nem változtak a fűtéstámogatási rendszer feltételei, egyre csökkent Gyergyószentmiklóson azok száma, akik a támogatásra jogosultak. A 2017-2018-as idényre Gyergyószentmiklóson eddig összesen 739 család, illetve háztartás tett le igénylést fűtéstámogatásra. Ez több mint 300-zal kevesebb a tavalyi évhez viszonyítva, és ez valószínűleg annak tudható be, hogy időközben kétszer is nőtt országszinten az átlagos minimálbér, ezzel természetesen nagyon sok család kiesett abból a határértékből, amely őket feljogosította volna erre a támogatásra. A múlt idényben 1085, míg a most zajlóban mindössze 739 család kap fűtéstámogatást. Úgy a központi fűtést használók, mint a gázzal vagy fával fűtők körében jelentősen csökkent az igénylések száma, a villanyáramos fűtést használók körében azonban nőtt, míg tavaly mindössze 2 kérés volt, idén már 4 családot támogatnak a pótlékkal. Januárban ismét nőtt a minimálbér, akiket ez érint, be kell jelenteniük a bérnövekedést a Városháza szociális osztályán. Abban az esetben, amennyiben a családi jövedelem módosul, vagy a család összetétele módosul, az kötelességük 5 munkanapon belül jelezni a szociális osztály székhelyén, mert akkor újra kell értékeljék, és újra kell pontozzák az ő dossziéjukat, és újra kell bírálják a jogosultságukat. Szeretnénk felhívni a lakók figyelmét arra is, hogy mindenki még mindig leteheti a fűtéstámogatásra az igénylését minden hónap 20-áig, amennyiben 20-áig megfogalmazzák az igényt és sikerül elbírálni, míg az adott hónapra megkaphatják a támogatást. Amennyiben 20-a után tették le az igénylésüket, akkor csak a jövő hónaptól esedékes, hogy megkapják a fűtéstámogatást. Ebben a fűtés idényben az elmúlt 3 hónapra több mint 95 ezer lejt tesz ki a fűtéstámogatás összege, amit a központi költségvetésből fedeznek. Az idényből hátralevő időszakra is lehet még kérést letenni. Azok igényelhetnek támogatást fával való és elektromos fűtés esetén, akiknek a családon belüli nettó egy személyre eső jövedelem legfeljebb 615 lej, a távfűtés esetében pedig 786 lej. Akik egyedül élnek, azoknál a jövedelem legtöbb 1082 lej lehet távfűtés esetén, és 615 lej a fa és elektromos árammal való fűtésnél, ahhoz, hogy igényelhessék a támogatást. A Hargita megyei vidéki vállalkozások finanszírozó ügynöksége bemutatót tart Európai Uniós pályázási lehetőségek kapcsán jövő héten szerdán déli 13 órától a Karancsi teremben. Földművelés, családi farmok, tej- és húsfeldolgozás, kispékségek, családi vállalkozások kapcsán rendelkezésre álló pályázási lehetőségeket mutatnak majd be az érdeklődőknek. Besegít a magyarországi országgyűlési választások lebonyolításába az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Ahogy Erdély szerte mindenütt, Gyergyószéken is segítenek úgy a választási regisztrációban, mint a levélszavazatok célba juttatásában. Az iroda 2011-es megnyitása óta 13 ezer személynek segített a honosítási iratcsomó összeállításában, mondták el az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács helyi illetékesei sajtótájékoztatón. Az utóbbi hónapokban leellenőrizték a már regisztráltak adatainak érvényességét, és újabb szavazásra jogosult magyar állampolgárokat is segítettek a regisztrálásban. Az elmúlt 4 hónapban Gyergyószéken 5500 szemét kerestünk meg a regisztráció ügyében, és ezek közül több mint 4000-en regisztráltak a magyarországi választásokra. Van köztük olyan személy, akinek már korábban volt regisztrációja, viszont olyan is van köztük több, akinek vagy új regisztrációja van, vagy módosítás volt a lakcíme vagy neve esetében a regisztrációs folyamatban is. Március 24-ig lehet regisztrálni.
aki ezután regisztrál, annak is elfogadják a regisztrációját, csak április 8-i választásokra nem lesz érvényes, tehát nem fog kapni már szavazóborítékot. És azt javasoljuk, hogy ha segíthetünk, nyugodtan jönnek az irodában, naponta 9 és 17 óra között itt segítünk az irodában, illetve majd a szavazóborítékokban, hazatalában is segítünk. Hogy a levél szavazatok biztosan célba érjenek majd, azt javasolják, hogy ne postán küldjék vissza a választók, hanem adják be az EM-menti irodájába. Ott összegyűjtik és még időben beszállítják az összeset a csíkszeredai főkonzulátusra. A községekben önkéntesek fogják összegyűjteni a voksokat, megkímélve az utazástól a választókat. Minden településen egy-két személy kontaktszemély lesz meghirdetve plakátokkal, illetve helyi kisújságokban, akikhez el lehet vinni a szavazó borítékot. Ugyanígy az irodában gyűjteni fogjuk a borítékokat naponta 9 és 19 óra között, és azokat összesítve visszük be a konzulátusra majd mi innen Gyergyőszent Miklósról. Azt javasoljuk, amennyiben lehetséges, minél kevesebben postázzák Magyarországra a borítékot, elkerülve az, hogy adott esetben nem ír célt a boríték. Ahhoz, hogy az április 8-ai választáson szavazhasson valaki, legkésőbb március 24-éig kell regisztráljon. A szavazólapot tartalmazó borítékot postán kapják meg a választópolgárok, ezekre már március közepétől számítani lehet. A szavazatok összegyűjtésének időszakában a gyergyószentmiklósi Szárhegyi úton található iroda hosszabbított programmal fog dolgozni, mondták az illetékesek. Közvitára bocsátották a Kulcsár Terza József háromszéki parlamenti képviselő által tavaly decemberben egyéni törvényjavaslatként iktatott autonómia tervezetet, amelyet a parlament honlapján lehet tanulmányozni, illetve amelyhez március 6-áig lehet hozzászólni és módosításokat javasolni. A Magyar Polgári Párt politikusa elmondta, a kormánynak és a parlament törvényhozói tanácsának február 26-áig kell véleményeznie a statutumot, amelyet a közvita lezárása után a képviselőház szakbizottságai vitatnak meg. Kulcsár Terza József számításai szerint a tervezetet a tavaszi parlamenti ülésszak folyamán tűzik a képviselőház napirendjére. A dokumentumot ugyanakkor mindkét háznak el kell fogadnia. A politikus reméli, hogy a szakbizottságokban és a plénumban is normális hangvételű vita bontakozik ki az autonómia statutumról. Rábólintott Maros megye tanácsa a Transzilvánia nemzetközi repülőtér idei költségvetésére, a légikikitő fejlesztésére és működésére közel 16 millió lejt szavaztak meg a megyei önkormányzati képviselők. Idén 10 millió lej áll a Transzilvánia nemzetközi repülőtér rendelkezésére a különböző beruházásokra, és 5 millió 700 ezer lej a működésre. Peti András reptéri igazgató szerint bár az elmúlt időszakban a kifutópálya felújítása állt a figyelem középpontjában, számos más beruházást is eszközölni kell a repülőtéren. A többi épületnek, illetve az autóparkolónak a kialakítása, bővítése, a tűzoltó kocsiszínnek a megépítése is, amely európai működési engedélyhez szükséges elvárás, és olyan jellegű berendezések és eszközöknek a vásárlása, amely együtt jár a forgalom növekedésével, amelyre mi számítunk. Még ebben a hónapban várják a már korábban megrendelt második tűzoltókocsi leszállítását. Uniós pénzből hosszabbítanák meg a kifutópályát, megépítenék az új utasfogadó terminált és bővítenék a repülőgép parkoló platformot is. A megyei önkormányzat ugyanakkor elfogadott egy másik határozatot is azokról a mutatókról, amelyeket el kell írnia a reptérnek ahhoz, hogy önfenntartóvá váljon. Hogyha állami beruházások történnek egy intézménybe, akkor megvan, hogy mennyi idő alatt kell legyen, kell elérje azt a szintet, hogy önfenntartó legyen, és erre készülnek ezek a tanulmányok, ahol gazdasági szakemberek leírják pontosan azokat a feltételeket és azokat a mutatókat, amelyeket el kell érni ahhoz, hogy a megfelelő időben és a megfelelő hatékonysággal el tudják érni ezeket a mutatókat, és ugyanakkor a végső cél az, hogy önfenntartó legyen a repülőtér.
Erre a legkisebb időpont 2024. Ahhoz, hogy önfenntartóvá váljon egy repülőtér, legalább 700 ezer utast kell kiszolgáljon. A vásárhelyi reptér 2013-ban jegyezte a legtöbb utast, akkor 380 ezer indulást és érkezést regisztrált a légi kikötő. Jelenleg azonban egyetlen utast sem fogadhat, amíg a kifutópályát nem javítják fel teljesen. A munkálatok most az időjárási viszonyok miatt állnak. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem február és április között felvételi felkészítőt szervez magyar nyelven, biológiából és kémiából. Az első felkészítő február 24-én, most szombaton reggel 9 órakor kezdődik. Több információt az egyetem honlapján kaphatnak az érdeklődők. Bárdi Nándor a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa tartott előadást az Erdélyi Magyarság a két világháború között címmel Hargita megye tanácsának Márvány termében. Az idei előadás sorozat a centenárium évében az elmúlt 100 évre fókuszál, áttekinti a magyar közösségben azt a 100 évet, amit egy új helyzetben immár 4 év kivételével egy másik ország kisebbségeként élt meg. A Budapesti Magyar Tudományos Akadémia történésze az Erdélyi Magyarság a két világháború között címmel tartott előadására zsúfolásig megtelt Hargita megye tanácsának márványterme. Bárdi Nándor történész kisebbségkutató számos munkájában foglalkozik a romániai magyarság helyzetével, kiemelt figyelemmel kutatja az erdélyi magyar kisebbség helyzetét a 89-es változások után is. Én történelem-kelet-európa szakon végeztem, tehát én általában Kelet-Európával foglalkozom, úgymond, és azok a társadalmi jelenségek, amelyek Magyarországon sokkal puhábban jelennek meg, azok egyrészt kisebbségi közegben, egyrészt Románia történetében sokkal markásabban megragadhatók. Tehát, hogyha nagyon röviden kell válaszolni, akkor a dolog lényege ez, és másrészt pedig az, hogy gyakorlatilag a magyar nemzetépítésnek az a része, amely a határokon túl folyt Trianon után, ebben az interetnikus problémák, vagy azok a társadalomtörténeti problémák, amik Magyarországon szétterülve jelennek meg, ehhez képest a határokon túl és sokkal markánsabban, sokkal élesebben jelennek meg, hát illetve ez egy ilyen antropológiai paradicsom, hogy úgy mondjam. Február 19-én tartott előadásában az erdélyi magyarság mint politikai közösség létrejöttéről és a Nagy Romániához való viszonyáról szól. Az utóbbi évtizedek kutatásai alapján az értelmezési keretek bemutatására törekedett. Az előadó három kérdést vizsgált. A kisebbségi elitek hogyan próbálták az érdekeiket képviselni és integrálódni Románia politikai rendszerében? Hogyan változott a magyarság helyzete Románia társadalmi rétegződésén belül? Valamint, hogy a kisebbségi magyar közösségek kulturális és politikai értelemben milyen sajátos önképépítéssel váltak politikai közösségé. Azt gondolom, hogy a 20-as évek első felében elsősorban a nagyvárosokat érintette a rakás rekvirálások révén, illetve a 150 ezer Erdélyből repatriált, akik 1924-ig távoztak innen, azok is döntően a nagyvárosokból mentek el. Tehát a nagyvárosokat érintette az új román hatalom. A vidéken a jegyzők és a közigazgatás cseréje különböző atrocitások mellett természetesen, amik jelen voltak, igazából a 20-as évek első felében indul meg, és a 30-as évekre cserélődik le ez a fajta apparátus. De a vidék integráltságát jó jelzi, hogy az 1930-as népszámláláskor is az derül ki, hogy a Romániában élő nemzetiségek nagy része nem tanulta meg a többség nyelvét, illetve hát a Székelyföldön ez a román nyelvtudás a megyénként olyan átlag 20-25% körül mozgott. De ennek nem csak az elszigetelődés volt az oka, hanem döntően az, és ez a két világháború közötti problémáknak a kulcsa, hogy lényegében szociológiai, kulturális, gazdasági értelemben a romániai magyarság az nem volt
kisebbség, hanem politikai értelemben volt elsősorban kisebbség a két világháború között, és a román állami beavatkozás, ami át akarta rétegzeni ezt az erdélyi társadalmat, pont ennek érdekében indult be a oktatásügyben, a földreform tekintetében, a közigazgatás tekintetében, hogy a román nemzetépítés céljainak megfelelően a román etnopolitikai rezsim keretében megváltoztassa ezt a szerkezetet. A két világháború közötti erdélyi nagyváros az döntően magyar volt, bármennyire furcsa, Temesvárnak és Brassónak is relatív magyar többsége volt 1930-ban, tehát itt a jelölt nyelv igazából nem a magyar volt a két világháború között, mint ahogy ma ezt minden nap tapasztalhatják, hanem igazából a román volt az a nyelv. Ezeknek a városoknak, vagy ennek az erdélyi középosztálynak a közös nyelve mégiscsak a magyar nyelv volt. Bárdi Nándor előadását a Szacsvai Akadémia keretében hallhatták a jelenlevők. A Szacsvai Akadémia népfőiskolai jellegű tudományos műhely, létrejötte a Bihar megyei RMDS ügyvezető elnöke Szabó Ödön nevéhez fűződik, tudományos vezetője pedig Romsics Ignác, akadémikus professzor. A 10 előadásból álló sorozat idei meghívottjai többségében erdélyi magyar történészekből áll. Olyan nagyrészt fiatal kutatók, akik doktori tanulmányaikat, egyetemi oktatói munkásságukat, kutatóintézeti programjaikat is e témának szentelték, és így e terület kiváló ismerőjévé váltak. Az év folyamán minden hónapban hallhatunk egy kiváló előadást, év végére pedig kiadvány formájában is megjelennek ezek a szövegek. Lássuk röviden még egyszer a nap fontosabb híreit. Idén is főleg közterület karbantartással foglalkoznak majd a közmunkára fogottak, a támogatás mértékének megfelelő számú órát kell dolgozniuk. Sokkal kevesebben kapnak fűtéstámogatást ebben az idényben, mint korábban. Besegít a magyarországi országgyűlési választások lebonyolításába az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. Eddig a Napszemle, a Hargita magazinnal folytatódik műsorunk, maradjanak velünk, ha tehetik, viszontlátásra holnap.